vidám volt, igen, látod, ez vagyok. Hadd mondjam el, mi a legnagyobb titok. Csak rajtad áll, neves, akkor is, ha más, már sírna vissza sosem néz, mert a cél még messze van. Vihar után csillan már a napsugár, szárs oda vár, gyorsan pusszaladj tovább. Neves, mint én, hiszen így lesz csak színes, a világ egy kacsintás, ugye nem is kell más. Hosszú az út, ám az idő oly rövid, dobáld ki hát mind a bús emlékeid. Repülj velem, szédítő boldogság a suhanás. Álmodni jó, hidd el, álmodni jó, hidd el, álmodni jó, hidd el, nem is kell más. A hosszú lábú apu. 26. rész. Híd a holnapba. Sem tud legyőzni, Judy. Pihenek egy kicsit. Sally, képzeld, eldöntöttem. Mit döntöttél el? Hogy melyik egyetemre megyek. Na hát, komolyan. Na és melyikre fogsz járni? Jaj, de elfáradtam. Hű, de megizzadtam. Nincs kedved játszani velünk, olyan jó kosarazni. Köszönöm, most nem. Jelenleg fontosabb dolgom van. Értem. Julia eldöntötte, melyik egyetemre megy. Egyetemre? Na és mondd, melyik egyetemre akarsz menni? A Sarah Lawrence-re. Engem az ajánlások alapján is felvesznek, de úgy döntöttem, leteszem a vizsgát is. Hát ez nagyszerű. És így eljuthatok majd a hozzám méltó társadalmi rangra. Az olyan jó család, mint az enyém. Megköveteli tagjaitól az egyetemi végzettséget. Na és Sally, te mihez kezdesz a középiskola után? Hogy? Hát azt még nem tudom. Még nem döntöttem el. Még nem döntötted el? Hisz már csak egy év és végzünk. Ideje kicsit gondolkodnod a jövődről. Igen, ez igaz. Na és te, veled mi lesz, Judy? Hogy? Hogy velem mi lesz? Én még nem tudom, hogy mit csinálok majd. Judynak van egy gazdag apukája, aki támogatja. És a középiskola után nyilván azt csinál majd, amit akar. Aztán pedig majd találkozik egy megfelelő pozíciójú és vagyoni helyzetű férfival. Akihez feleségül megy. Feleségül megyek? Ugyan, dehogy! Nézd csak! Nézd azt a lányt ott! Ha? Neki már van vőlegénye. Komolyan? Miután a lány végzett, összeházasodnak. Úgy hallottam, egy tengerésztiszt lesz a férje. Házasság? Én még nem gondolhatok a házasságra. Előbb az egyetemet el kell végeznem. Egyetemet? Szerintem is, Sally. Mi lesz velem, ha elvégzem a középiskolát? Igen, én is egyetemre megyek. A bátyám szerint nagyon jó dolog egyetemre járni. Annyi minden történik ott az emberrel. Nagyszerű. Akkor menjünk ugyanarra az egyetemre. És ott is mindent együtt csinálunk majd. Jaj, de jó. Ez nagyon jó ötlet. Akkor majd megbeszélem a dolgot a szüleimmel. De örülök. És te is, Judy. Mi? Te is gyere velünk. Gyere, Judy, játsz velünk. Gyere gyorsan. Megyek már. Bocsássatok meg. Hát persze. Hát persze, hogy akarok egyetemre menni. Szeretnék még többet tanulni. És szeretném megtalálni azt a hivatást,
amivel végre önálló életet kezdhetek. De azt nem várhatom el, hogy ezentúl is hosszú lábú apu támogasson. Szóval te a Sarah Lawrence remész? Hát ez nagyszerű. Az az egyik legelőkelőbb egyetem az államokban. Ugyan már, azért nem annyira. Ó, az egyetem. Az biztos jó pofa dolog. Talán én is beiratkozom. Szó sincs róla. Az egyetem egyáltalán nem jó pofa. Az egyetem a legmagasabb szintű oktatási intézmény. Én tapasztalatból tudom, hogy az a bizony nem szórakozni jár az ember. Maga is járt egyetemre, Strong kisasszony. Természetesen. Hát persze, hogy jártam egyetemre. És megmondaná, hogy melyik egyetemre járt? Hogy melyikre? Hát tudomásról, hogy minden egyetem egyforma. Az a lényeg, hogy keményen kell tanulni. Na és maga hogy tanult, kisasszony, annak idején? Hát, meg kell mondanom, nem volt könnyű. Tudjátok, én akkor bizonyos körülmények folytán nem tudtam fizetni a tanulmányaimat. Ezért megpályáztam egy ösztöndíjat. Ösztöndíj? Ösztöndíj? Emlékszem, a bátyám azt mondta, hogy talán megpályáz egy ösztöndíjat, és akkor majd nem kell a szüleinktől függnie. Ugyan? Neki nincs szüksége ösztöndíjra. Ti is elég gazdagok vagytok. Ez igaz. Egyébként is csak az kaphat ilyet, akinek csupa jelese van. Bizony, bizony, kitűnő tanulónak kell lennie. Biztos, hogy Jimmy kitűnő tanuló, és ezen kívül híres futballjátékos. Az én fiatal koromban nem ilyesmiről beszélgettek. Gondolom, Jimmy van annyira jó játékos, hogy át akarják csábítani más csapatokba is. Igen, ez biztosan így van. Egy ilyen kiváló férfi mindig megtalálja az utat a legfelsőbb körökbe. Már megint csak a férfiakról cseverésztek. Micsoda ostobaság, micsoda felelőtlenség, micsoda erkölcstelenség. Ez itt egy leányiskola. Árulja már, Strong kisasszony, hogy melyik egyetemre járt. Egyik? Hogy mit? Hogy mit is akartam mondani? Mit is akartam csinálni? Ja, bocsássatok meg, rengeteg dolgom van. Ez az. Talán én is elnyerhetek egy ösztöndíjat. Ez az? Hardy úr! Hardy úr! Minden tudni akarok az ösztöndíjakról. A kis Judy. Az ösztöndíjakról? Igen. A főiskolai és egyetemi ösztöndíjakról. Hát igen, valóban lehetséges megpályázni bizonyos ösztöndíjakat, de... Na és tudna nekem erről adni valamilyen anyagot? Nem. Itt nincsen semmi ilyesféle anyag. Tudja, ebben az iskolában nem jár olyan diák, akinek ösztöndíjért kellene folyamodnia. Értem. Várjon csak egy percet. Majd megkérdezek egy tanárt, aki más iskolában is tart órákat. Igen, majd utána járok a dolognak. Ó, köszönöm szépen! Ösztöndíj? Minek az magának? Hát... Értem már, a családja ellenzi, hogy egyetemre menjen. Hogy? Igen, erről van szó. Megbocsáthatatlan. Jaj, elnézést kérek. Megbocsáthatatlan. Ha a szülők önző módon letörik egy ifjú tehetség ambícióit, az Amerikai Egyesült Államok minden segítséget és támogatást megad az ifjúságnak. Szívesen megszerzem, amit kért. A jelenlegi tanulmányi eredményével nincs semmi gond. Ha viszont ront, semmi esélye az ösztöndíjra. Értem, igyekezni fogok. Gondolom, irodalom szakra akar menni. Azt még nem döntöttem el. Hogy mondhat ilyet? Nem mehet egyetemre csak úgy, mindenféle cél nélkül? Igaza van. Azért megyek egyetemre, hogy tanulhassak, és ezáltal önállóvá válhassak. Szerintem magából tehetséges író válhatna, Judy. Egyébként írok magának egy ajánlólevelet, ha az irodalmat választja. Jaj, köszönöm szépen! Egyetemre mész, Judy!
Igen, járhatok egyetemre, és nem kell senki segítségét kérnem. Én magam jutok be. Kedves apu, úgy döntöttem, hogy egyetemre megyek. Azt még nem tudom pontosan, hogy milyen szakra, de azt tudom, hogy tovább akarok tanulni. Mától fogva még keményebben dolgozom, hogy elnyerjem az ösztöndíjat. Apu, azonnal értesítem, mihelyt eldől, hogy megkaptam valamelyiket. De addig megtartom ezt a titkot. Szeretném bebizonyítani önnek, hogy Judy megáll a saját lábán. Szabad! Figyelj, Judy, Giuliával elmegyünk vásárolni. Velünk jössz? Igen, szükségem volna egy pár új cipőre. Jó, akkor megvárunk. Ó, egy pillanat. Ha megkapom az ösztöndíjat, akkor is meg kell élnem valamiből, és a szállásért is fizetnem kell. Mit akartok venni? Cipőt, ami megy a nyári ruhámhoz. Én pedig egy kalapot. A mamám küldött nekem pénzt, hogy vegyek egyet a nyárra. Hé, nézzétek azt a napernyőt, hát nem gyönyörű? Nem cipőt akarsz venni? Giulia, várj meg! Mi? Magántanár kerestetik? Keresünk olyan magántanárt, aki egy 8 és 10 éves leánygyermek lelki ismeretes oktatója lenne. Havi 30 dollárt fizetünk. Havi 30 dollárt! Oh, magántanár? Mégsem volt annyira szép. Gyere, Judy! Mi? Ja? Na hát, milyen gyönyörűség! Igen, nagyon szép a mintája. De én nem szeretem az ilyen élénk színeket. Oh. Mindenki keményen dolgozik, hogy megélhessen. Ma már úgysem találok semmit. Hazamenjünk. Igen, én már lépni alig tudok. Mi a baj, Judy? Mi hazamegyünk. Jó. Menjetek csak nyugodtan. Azt hiszem, én még egy kicsit itt maradok. Hát akkor, jó mulatást! Kedves hosszú lábú apu, óriási hírt kell közölnöm önnel. Úgy döntöttem, hogy magántanár leszek. És képzelje, 30 dolláros fizetést kapok majd. Íme, megtettem az első önálló lépést a jövőm felé. Haló? Olvastam a hirdetésüket, hogy magántanárt keresnek. Később majd megírom, milyen a munka, és pontosan mit kell csinálnom. Remélem, örömet szerzek majd önnek. Judy, menjünk együtt ebédelni. Nem mehetek. Mára várnak a munkaadóim. Ne haragudj. Ezek szerint ma megy oda. Sok szerencsét! Köszönöm!
kaputól jött. Mi lehet ez? Kedves Abbott kisasszony, Jones Miss úr nem tartja kívánatosnak, hogy ön magántanárként dolgozzon. Ó, de hát miért? Én ezt nem értem! Hogy érti ezt? Az a kívánsága, hogy a munka helyett inkább a tanulmányaira koncentráljon. Utóirat? Jones Miss úr, ha szükséges, nagyon szívesen felemeli a kisasszony havi járandóságát. Jaj, még a végén elkésem. Oh. Oh. Na, itt van. $30. Nem, félreértett apu. Nem a pénz miatt akarok magántanárként dolgozni. De hát miért nem ért meg engem? Amikor csak úgy adódik, pénzt küld nekem, amiért nagyon hálás is vagyok, de szeretnék végre a saját lábamra állni, mert a jövőben nem akarok az ön kedvességével visszaélni. Igen, itt kell lennie valahol. Á, igen, itt van. Hűha! Micsoda hatalmas kapu! Igen, menni fog. Áó! Ki volt az? Hát ez furcsa. Csináltátok ezt? És ha megsebesülök? Maga szaladt neki a zsinórnak. Maga tehet róla. Mit mondtatok? Várjatok! Oh, itt maradt a pénztárcátok. Istenkém, miféle lányok ezek? Segíthetek valamiben? Én vagyok Judy Abbott. A házi tanítói hirdetésre jelentkeztem. Na, egy újabb magántanár. Kérem, jöjjön velem. Elnézést kérek! Asszonyom! Jó napot! Judy Abbott vagyok. Mrs. Patterson. Foglaljon helyet, kérem. Köszönöm. Maga másodéves a Lincoln főiskolán. Igen. Egy ilyen előkelő iskoladiákja miért akar tanítani? Hát,
nem döntöttem el, hogy a jövőben mit válasszak hivatásomul. Úgyhogy gondoltam, ezt is kipróbálom. A családja egyetért ezzel a döntésével? Igen, tudnak róla. Melyek a kedvenc tantárgyai? Irodalom, történelem és testnevelés. Testnevelés? Ez igazán jó. Minden esetre bemutatom a gyerekeimet. Ezza, hozza a gyerekeket! Hát ti vagytok azok! Ismered a kisasszonyt, Karen? Ezek a kislányok az előbb erőszakkal elvette a pénztárcámat, mama! Mi? Mit jelentsen ez? Így volt! Nézd csak meg, ott van a zsebében! Igaz ez, Abbott kisasszony? Nem, illetve... Látod? Ezt a pénztárcát a papától kaptam! De én nem vettem el! A lánya elejtette, én pedig megtaláltam! Igaz ez, Karen? Bántott minket! Magyarázza meg, Abbott kisasszony! Igazat mondtam, a pénztárcát találtam! わがままで嘘つきの二人の娘、カレンとシンディにはほとほと手を焼いたわ。すっかり自信をなくした私に、ジミーがとっても温かい忠告をしてくれたの。次回、家庭教師は楽じゃない。お楽しみに。Magyar hangok. Dögei Éva, Borbás Gabi, Szentesi Dóra, Szentesi Gergő, Szénási Kati, Mányai Zsuzsa, Simon György. A főcímdalt előadja Tunyogi Bernadett. Zenei vezető és a főcímdal zeneszerzője Pető Zsolt. Szerkesztő Kovács Katalin. Magyar szöveg Liszkai Szilvia. Hangmérnök Polica Imre és Nyerges András. Rendezőasszisztens Nándori István. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mahácsi Emil. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Savoyce BT készítette a Videobox stúdióban.